Ami miatt szintén más ez a rendezés, az az, hogy én beloptam ebbe az egész történetbe Rossinit magát. Rossini 37 évesen abban hagyta az operakomponálást, ő elköltözött Párizsba, maga mögött hagyott mindent, és azt mondta, hogy innentől kezdve ő csak a kulináris élvezeteknek fog élni. Étterem megnyitott, és evett, ameddig lehetett. És ezt a biográfiai pontot meglovagolva, kezdték Ingával, a dramaturgunkkal írtunk egy szöveget, ami alapján gyakorlatilag Rossini végigvezeti az estén, illetve most délelőttől délutánban a gyerekeket, belevonva, hogy mitől is opera az opera. És azt gondolom, hogy ez az igazán érdekes dolog ebben az ifjúsági előadásban, hogy nem csak gyerekeknek játszunk, hanem el is mondjuk, hogy mit játszunk, és hogy mi kell az operához, mi az alapja, miből épül föl a zenén kívül egy jó sztori, és ebbe belevonjuk a gyerekeket is, tehát picit interaktív is lesz a történet. Én nagyon remélem, hogy ez tetszeni fog nekik, meg be fog jönni. A Rossini szerepében, ezt még nem mondtam, egy színészt láthatunk Mészáros Máté személyében, illetve Ramiro Hercegnek sikerült Hancár Györgyöt megnyerni, aki a tavalyi Simánti Gála nagy díjasa lett. És akkor még nem mondtam, hogy Dandini szerepét pedig Fülep Máté fogja énekelni. Na, nincs itt senki. Valaki? Hát nincsen válasz. Oh, you know.